Európa harmadik legnagyobb közkönyvtáráról fogunk beszélgetni, és annak fiók intézményeiről, vagyis a Szabó Ervin könyvtárról. Nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban dr. Fodor Péter főigazgatót. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ahogy olvastam itt a statisztikákban, ugye Európa harmadik legnagyobb közkönyvtára, és Budapesten pedig 49 fiók könyvtára működik. Meddig nyúlik vissza a Szabó Ervin könyvtárnak a története? Hát ha könyvtártörténeti órát tartanánk, akkor a műsoridő nyilván kevés lenne. Elégedjünk meg annyival, hogy 1903-ban viszonylag nagyon későn döntött a fővárosi közgyűlés arról, hogy nyilvános könyvtárat működtet, és ez 1904-ben nyílt meg. A könyvtárnak még egy mondatban egy rövid története, 31 óta van a Weinkheim palotában, tehát a Palota negyedben, a 8. kerületben, és azóta ez a központi könyvtár. A csúcsidőben, a 80-as években 118 tagkönyvtára volt. Lehet olyat mondani, hogy van egy célcsoportjuk, vagy kik járnak a könyvtárban manapság? Hát hála Istennek, miután közkönyvtár, nyilvános könyvtár, mi a babáktól kezdve az élet végéig kiszolgáljuk a olvasóinkat, könyvtárhasználóinkat. Nyilvánvalóan meghatározó két korosztály. A körülbelül 16-18 éves korig a középiskolások, általános iskolások, utána van megint egy nagy följövetel az egyetemisták, hiszen nagyon kedvelt helye az egyetemistáknak, főiskolásoknak a könyvtár, és természetesen az idősebb, a nyugdíjas korosztály. Ugye említettük, hogy van a központi Szabó Ervin könyvtár, nem messze ugye a Kálvin tértől, és van 49 tagkönyvtár is. Ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz? Milyen szoros a kapcsolat mondjuk az egyes tagintézményekkel? Úgy mondanám, hogy a Szabó Ervin könyvtár egységes, a főváros tartja fönn, ugyanakkor a kerületekkel nagyon jó kapcsolatot ápol az intézmény. Ez megnyilvánul a beruházások segítésébe, állománygyarapításba, programokra való pályázati lehetőségben. Három régióba szerveztük a könyvtárakat, és például a Kálvária tér itt a közelben a hármas régiónak a tagja. És egy nagyon érdekességet is említett, vagy egy érdekességet is még a beszélgetés előtt, pont itt a Józsefvárosban van a legnagyobb, illetve a legkisebb így intézményük. Van. A központi könyvtár ugye a legnagyobb, gondoljuk meg, hogy a központi könyvtárnak 105 ezer regisztrált olvasója van, míg a Szabó Ervin könyvtár egészének 325 ezer, a Kálváriának pedig 1355. Na most, ha ehhez hozzáveszünk, hogy a Kálvária tér 2002 végén, 2003 elején került felújításra, akkor azt gondolom, nem mondok nagyot, ha azt mondom, hogy lassan elkövetkezik az az idő, amikor egy átalakítás, egy megújításnak a lehetőségére egy sort kell kerítenünk. De újdonságok azért mindig vannak a Szabó Ervin könyvtár életében, ha jól tudom, akkor új könyvtár is épül. Hát ez a legnagyobb öröm és a legnagyobb feladat számunkra, hiszen a főváros döntése alapján a 6. kerület Terészkör úton, Király utca és a Doknányi Ernő utca között egy olyan üzlethelyiséget kap a Szabó Ervin könyvtár, ahova két könyvtárat tud integrálni, az Andrássy útit, illetve a Kertész utcait, hiszen egy-egy villamos megálló van a kettő között, és racionálisan kell működtetnünk az intézményeket. Ez egy két évig tartó beruházás lesz, és ezzel körülbelül egy másfél évtizedes probléma fog megoldódni, ami nagyon nagy öröm. Ugyancsak most kezdünk hozzá itt a Palota negyedben, az Ötpacsirta utcában az Ibli Miklós által tervezett Pálfiné palotának a rekonstrukciójához, ahol a zenei gyűjtemény is el van helyezve, és a gazdasági műszaki igazgatóság. Megkezdjük a 4. kerületben, a Király utcában egy teljes tetőcserét, homlokzat cserét, és nagyon ígéretes tárgyalásaink vannak a nagyon rossz állapotban lévő 3. kerületi Bajáki utcai könyvtár
megújítására, felújítására egy civil szervezettel közösen, a kerület és reményeink szerint a főváros együttműködésével. Itt említette a zenei gyűjteményt. Milyen különleges vagy egyedülálló gyűjteményeik vannak? Esetleg vannak ilyen régi, nagyon szigorúan őrzött darabjai is a Szabó Ervin könyvtárnak? Természetesen. Ha a zenei gyűjteményt emlegettük, akkor jó néhány kortárs szerzőnek kéziratgyanánt eredeti kottáját őrzi a gyűjtemény, de azt is elmondanám, hogy a Zeneakadémia könyvtára, illetve az MT, a Zenetudományi Intézete mellett a harmadik meghatározó zenei gyűjtemény, és egy nyitott zenei könyvtárról beszélünk, hiszen éppen a múlt hét végén, 10-én volt a Kórusok éjszakája, amelynek meghatározó tagja volt a Szabó Ervin könyvtár zenei gyűjteménye is. Ha nagyon komoly értékeket is nézünk, könyves értékeket, akkor azt a Budapest gyűjteményben kell megkeresni. Nagyon büszkék vagyunk az úgynevezett Zsicsi kódexre, ez egy 16. századi olyan kézírásos kódex, amely világszerte jegyzett és ismert. Csak elmondanám, hogy Ferrarában körülbelül egy 12 évvel ezelőtt egy nemzetközi reneszánsz kiállításnak kitüntetett darabja volt. Hogyha mondjuk visszatérünk egy kicsit a kortárs irodalomhoz, nem lehet szerintem nyomon követni, hogy mennyi új könyv mondjuk magyar szerzők tollából jelenik meg, akár havonta is itt több 10 darabról beszélünk. Ezzel hogyan tudnak lépést tartani az újdonságok, megtalálhatók a könyvtárakban? Nagyon nagy figyelmet fordítunk erre, részben az olvasói igények alapján, másrészt pedig hála Istennek a fenntartó főváros a támogatáson felül külön célfeladatként 20 millió forintot biztosít évente az újdonságok megszerzésére, beszerzésére, és ez viszonylag rövid idő alatt, tehát pár hét alatt a megjelenést követően már a polcon van. Aztán ez győzzük meglenni a polcokon olvasóként, hát itt ilyenkor gondolom verseny alakul ki az egyes darabokért. Igen, és nagyon sok könyvtárunk úgy próbálja ezt a folyamatot fölgyorsítani és segíteni, hogy az újdonságokat 2 hétre kölcsönzi, az egyébként 4 hetes kölcsönzési terminusban. És azt hiszem nagyon izgalmas az a kérdés, hogy a könyvtár hogyan tud alkalmazkodni az IT, az informatikai világhoz. Ez is nekem föl volt írva a kérdések közé. Itt nem olyan régen beszéltünk az e-könyvekről, vagyis ugye a digitális könyvekről, ehhez most már talán olcsóbban is lehet többször könyves áruházakban hozzájutni. Ebben a digitális korban hogyan tud mondjuk versenyt tartani a Szabó Ervin könyvtár? Vannak folyamatos olvasóik, vagy a papír alapú könyv értéknek számít még mindig? Én azt gondolom, hogy nekünk egyaránt ki kell szolgálni a tradicionális igényt, és lépést kell tartanunk a digitális világgal. Én azt szoktam mondani, hogy az egy korszerű könyvtár, és erre törekszünk a Szabó Ervin könyvtárban, hogy egyszerre tudjuk egy hagyományos könyvtári szolgáltatást fölmutatni, és egyszerre legyünk virtuális könyvtár. Hiszen nem véletlen, hogy nagyon sok adatbázisunk van, amelyet egyetemisták, hallgatók, kutatók nagyon jól tudnak és szeretettel is használnak. Másrészt mi magunk is igyekszünk digitalizálni a saját állományunkból, de csak azokat, amelyekkel mi rendelkezünk. Ugyanis a párhuzamosság az nagyon drága. Tehát mi elsősorban a Budapest gyűjtemény és a szociológia anyagát digitalizáljuk, hiszen országos szakkönyvtárként vagyunk jelen a szociológiai gyűjtemény révén. Vannak sikerlisták, mondjuk, ha itt az újdonságokkal próbálnak ugye folyamatosan lépést tartani, melyek a legnépszerűbb témák, vagy mondjuk nem tudom, hogy vannak-e népszerű könyvek, amiket folyamatosan kölcsönöznek, és akár tényleg 10-20 darabos példányt is kell mondjuk tartani belőlük. Beavatnám a nézőket, és önt is természetesen. A rendelésnek az a rövid rendje, ez az informatika nagy előnye, ahogy megjelenik a bemutató példány, akár a kiadó, akár a közvetítő beszállítók révén,
abban a pillanatban a könyvtárosok már látják. Ők tudnak javaslatot tenni, hogy egy példányt, két példányt vagy hármat szeretnének. Van egy kontroll természetesen, hiszen a költségeket figyelembe kell venni, és utána egy héten belül ezt be tudjuk szerezni. Nyilvánvaló, aminek híre van, amiről beszélnek, az sokkal jobban keresik az emberek, és az is igaz, hogy vannak divatos szerzők, vannak olyan könyvek, amelyekkel sorba állnak. Ezek között van olyan, amely tényleg egy megfelelő és komoly későbbi értékként is lehet kezelni, és természetesen vannak olyan sikerkönyvek, amelyek rövid életűek. Azt gondolom, hogy nekünk, mint könyvtárnak, mint könyvtárt szolgáltató intézménynek az a feladatunk és dolgunk, hogy az olvasók, a használók igényeire figyelembe vegyünk. Melyek korunk legnépszerűbb szerzőit? Nem tudom, hogy most külföldiekre vagy magyarokra gondoljak, mit olvasunk mi szívesen? Most közben jutott eszembe, hogy pár éve ugye volt egy ilyen nagy könyv nevű verseny, ahol, igen, ha jól emlékszem, akkor az Egri csillagok lett a legnépszerűbb magyar olvasmány. Így van, de friss példát hagy mondjak. Jelenleg is tart még a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Móra kiadó által elkészített Pál utcai fiúk című kiállítás, hiszen 1907-ben 100 éve jelent meg Molnár Ferencnek ez a világszerte ismert klasszikusa, és ebből 1835 példánya van a Szabó Ervin könyvtárnak, és mondjuk a múlt évben közel 400 kölcsönzés volt. Tehát ha így, most az Egri csillagokra reagáltam ezzel, de nyilván a kortárs magyar szerzők közül éppen a napokban elhunyt Jókai Anna nagyon népszerű, nagyon szoros kapcsolatunk volt Szabó Magdával, nagyon sokszor fordult meg nálunk Eszterházi Péter. És azért mondom, akik már nincsenek közöttünk, mert mindaddig élnek, nem csak a mi, hanem az olvasóknak a tudatában is, amíg a könyvét kölcsönzik. És reméljük élnek is majd tovább, és olvassák még majd őket is tovább. Nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk, és hát járjunk többet könyvtárba, ezt kell, hogy mondjam így a beszélgetésünk zárásaként. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.